Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adása is izgalmas és felemelő pillanatokat tartogat majd, hiszen itt lesz velünk maga az Életkedv, vagyis Tél Klippai Marianna. Először azonban nézzük meg, kivel és miről beszélgetett kolléganőm ugyanebben a stúdióban kedden. Nem látod még a jövőt, lehet elvakít az út, ha sötét a múlt. De azt vakon felismered, aki úgy ad, ahogy kér. Aki nem hibákat keres, önzetlenül csak szeret, pusztán azért, mert élsz. Hát kedves nézőink, valahogy így hangzik a Kowalski meg a Vega egyik aktuális nagy slágere, a Mint egy ilyen, és velem szemben a stúdióban Kowalski és Jimmy, ha a Kowalski meg a Vegából, ugyebár. Sziasztok, fiúk, hát nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt Nyíregyházán. Milyen a kapcsolatotok a várossal, illetve a megyében? Mert ugye Debrecenbe hazajártok, otthon vagytok, azt tudjuk, de mi a helyzet Nyíregyházával? Hát sok szeretettel köszöntünk még egyszer téged is, meg a nézőket is, sziasztok. És szép napot kívánunk. A várossal való kapcsolatunk talán leredukálódik az én személyemre, hogyha jól tudom. Már csak azért is, mert az én családomban, nem is a családom, hogy a családomban, az én feleségem az Nyíregyház. Nem kell ezt ennyire bonyolultabban megfogalmazni. De hát a drága Valcsikám, ő nyíregyházi, és hát ugye ez most már egy jó, hát legalább 20 éves történetre tekint vissza. Na most ez nem azt jelenti, hogy az én esetemben olyan nagyon gyakran és sűrűn fordulnék meg Nyíregyházán. Ismerkedésünk hajnalán, a kezdeteknél nyilván többet voltam azért én is személyesen Nyíregyházán, de a zenekar kapcsán... A zenekar kapcsán elég sokat, bár nem eleget szerintem, ahhoz képest, hogy ha már Debrecent hoztad föl példának, ahhoz képest mindenképpen talán tartozásaink vannak a várossal. Szemben. Igen, de ezt úgy is nézhetjük, hogy ugye Nyíregyháza meg Debrecen itt van egymástól egy köpésre, tehát bárki átmehet, mondjuk akár a szezonnyitó nagy koncertetekre, ami ugye ott volt Debrecenben. Na, meséltek egy picit arról, az milyen volt. És én gondolom, hogy egyébként sokan átjöttek Nyíregyházáról. Igen, sokan átmentünk. Várakozáson felüli, tehát először is nagyon örültünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és hogy ott tudtuk az évet kezdeni. Nagyon jó hangulata lett, nagyon jó hangulata volt a koncertnek, és sokat is készültünk rá. Nyilván lemezbemutatóra általában azért más setlisten, más dalokkal készül az ember. Könnyeden ment, könnyen kigurult mindenki, nagyon élvezte a stáb is, úgyhogy nekünk ez egy nagyon-nagyon jó emlék, és hát pont ezért is gondoltuk, hogy akkor egy videóklipet készítenénk erről az estéről. Nem vagyunk az a koncert videóklip készítő zenekar, és itt is inkább arra törekedtünk, vagyis olyan srácok arra törekedtek, hogy így Kova elmondta, hogy nagyjából milyen legyen, hangulatát próbáltuk visszaadni annak a 2,5 órának, amit ott összehoztunk. Igen, és ugye ez a Mindenem című videóklip akar lenni. Hát nyugodtan mondhatom, hogy tényleg őrületes show volt. Tehát ott szívecskés lufiktól kezdve mindenféle volt. Nem volt a szívecskések, csak pirosak. De egyébként nagy mértékben, és a videóklip okán is megemlítendő mindenképpen a Broadway, az a iroda, aki gyakorlatilag szervezte ezt az egész koncertet. Azért például az ötletelésben is az, hogy mi az, ami, hát most nevezzük ezt magában a showban, megjelennek különböző elemek, az például pont tőlük jött, tehát a Szabó Andris barátunktól, maga a Lufis történet, de maga a videoklip is. Hát én megmondom őszintén, én nem vagyok annyira rajta a koncert videoklippeken, egyetlen egy készült, hogyha jól emlékszem, ami hivatalos videoklipje a zenekarnak, és az a Hulla Józan című dalra még, nem is tudom Istent, ugye 7 évvel ezelőtt, talán valamilyen oknál fogva, én annyira ezeken nem vagyok rajta, de azt kell, hogy mondjam, hogy most örülök, hogy engedtem az Andrisnak ezen a téren, mert ez a klip szerintem tényleg igazán jó hangulatúra sikeredett, és úgy nagyjából azért vissza is adja, hogy mi lehetett ott a Phoenixben. Egészen jól éreztük magunkat, kiváló hangulatú dolog volt. Na hát ez át is jött szerintem mindenkinek. Ugye itt az új lemez kapcsán abból idéztem többek között a Mint egy jelből. Ezt meg is szavaztattátok a közönséggel a honlapotokon, és jelenleg ez az abszolút kedvenc az albumról. Nektek melyik a kedvencetek? Most
Most mást hallunk. Igen. Egyébként ez fel, már most, ugye most nem titok, hogy egy ilyen média turnéban vagyunk. Mai nap folyamán, és talán azért vagyok egy kicsit összeszedetlenebb a nap végére, mert elfárad az ember elméje. A mai nap folyamán azért voltunk, tudom én, 4, 5, 6, 7 állomáson, és szóba került az, hogy mi megszavaztattuk ugye az új nagylemeznek a dalait, hogy kinek melyik tetszik, egy sorrend, hogy kialakuljon. De valaki legutóbb mást mondott. Árnyék és fényt mondták. De hát igazából... Engem nem lepne meg, hogyha neked lenne igazad. Mert legyen neked igazad. Engem se lepne meg. Köszi. De mindegy, bárhogy el is van. Mielőtt beültetek, előtte néztem meg, 25%-on volt a mintegyjel, és 14%-on az árnyék és fény. Megfordult. Na jó. Lehet, hogy percről percre változik. Az most kiderült, hogy a mintegyjel az első, de mi volt a kérdés? Ne haragudj. Melyik igazából, hogy mi a ti kedvencetek, igen, mert hogy... Hát ilyen azért tényleg nincs. Tehát, hogyha már egy lemezen megjelenik, adott esetben 10 vagy 11 dal, az mind azért kerül már föl a válogatásban, mert hát az embernek a saját gyermeke. Tehát, hogy az tényleg szereti egyenként is, tételenként is, külön-külön. Lenni más hangulatú és más miatt kedves a számunkra, nem ugyanazon kitételek okán, de attól függetlenül ezek ugyanolyan kedvesek, mint. Inkább annyi szokott lenni, hogy ki melyiket szereti koncertre játszani. Uh-huh. Tehát ebben lehet eltérés, melyik kényelmesebb játszani, most ebben nyilván ne is menjünk bele. A közönségnek azt kell látni, hogy mindent ugyanolyan lendülettel szeretünk játszani, úgyhogy mindegyiket kedveljük. Igen, de igen. Ugye ezt ki lehetne vetíteni az albumra is, ez egy nagyon különleges album. No. Ugye a te festői vénád miatt elsősorban, mesélj egy picit erről. Igen, hát elkerülhetetlen a kérdés is, és természetes, hiszen ez valóban az egyik, hát vadonatúj festménynek az egyik részlete, vagyis a részletéből kialakított montás, tehát az szerepel a lemezborítón. Azért tudni kell azt, hogy az a véna az elég gyengécske, és ritkán működik, mert azért 7 évvel ezelőtt készült. Ezelőtt a festmény előtt 7 évvel készült egy korábbi festmény. Tehát, hogy ez most már nagyon ritka. Volt egy időszak, amikor valóban gyakran tudtam vászon elé ülni, és akkor ez egyfajta meditációnak is felfogható volt. Volt, amikor ebből kiállítás is volt, de az utóbbi időben nagyon ritkán tudtam vászon elé ülni. Na most ebből és csak a galamb, az valóban egy festménynek a részlete, ami még mindig nem készült el egyébként teljes mértékben, de hogyha elfog, akkor egy jótékonysági felajánlásnak lesz majd a része. Amíg ez nincs teljesen ugye letisztázva, és nem körvonalazódnak a dolgok pontosan, addig nem is szeretnénk erről beszélni, de majd úgy is tud mindenki erről is, vagy arról is. Ugye neked ott van mellette még a jógázás többek között, meg ugye könyvet is írtál, viszont Jimmynek nem tudjuk, hogy mi az egyéb hobbija. Ugye basszusgitáros vagy ez a nagy szerelem, ezt tudjuk, de van-e más a mellette? Nekem is van 2 gyermekem, tehát a szabadidő az véges nyilván. A zenekar tölti ki azért, hogy az életem 89%-át ezekkel való tennivalók, de a sportolást azt így megpróbáljuk most már előtérbe tenni. A serpenyő másik oldalára is pakolunk. Nyilván most nem azért majd... Az éjszakázás. Rengeteg utazással, azért 40 fölött ezek már... Fontos. Úgyhogy a zenekarban mindenki igyekszik sportolni, úgyhogy a szabad időm én ott tudok kikapcsolódni. Igen, és ugye nemrég kiraktatok egy posztot is, hogy közel 30 millió a megtekintése. Közelít. De lehet, hogy már annyi. De lehet, hogy már annyi, mire vége a beszélgetésnek már annyi lesz, ugye egy világon át a dalnak a címe. Milyen érzés egy ilyen 30 millió számot látni ilyenkor a klip alatt? Ez elképesztő egyébként, és hát főleg hozzáveszünk ugye, hogy magyar viszonylatban beszélgetünk ilyen számokról. Nem egyedi, ez is oda van írva egyébként a bejegyzés alá, tehát van ennél még magasabb szám is, de nem természetes dolog az sem, hogy azt mondjuk, hogy na, ez az alap, norma, hogy mit tudom, hogy több 10 milliós nézettségek, tehát azért egy 10 milliós országról beszélgetünk, max vannak 15 millióan a magyarok, tehát hogy azért ezek olyan számok, amelyek nem lehet csak úgy elmenni, vagy nem lehet kifejezetten követelni, hogy na hát ezek a minimumok, hogy azért itt 30, meg 40, meg 50 milliós nézettségek legyenek. Megmondom őszintén, így, hogy benne van az ember, ez még akkor is
egyrésztről elképesztő és felfoghatatlan számok. Igen, és ugye ezt nagyon szorosan követi az Amilyen hülye vagy című világszenzációs dalotok, és az összes többi. Tehát nagyon, beszélgessünk már egy picit arról, mert nagyon fogy az időnk, hogy akik lemaradtak mondjuk a nyitó koncertről, azok hol láthatnak titeket legközelebb? Hát két nagyobb szabású koncertünk lesz ebben az évben. Több is lesz nyilván, de Budapesten, hogyha a kérdés erre vonatkozott volna, nagyobb szabású koncerteket tud az ember csinálni. Mert azok lemezbemutatók lesznek konkrétan, tehát ott azért nagyjából majdnem az összes dalt tényleg el tudjuk majd játszani. Ugyanazt kaphatják, mint amit a Főnix csarnokban csinált a zenekar. A kettő helyből most már csak az egyikre invitálnánk mindenkit, mert a másik helyez teltház lett. Úgyhogy augusztus 30-án a Budapest Parkban mindenkit nagy szeretettel várunk. Tulajdonképpen a Főnix csarnokos koncertnek a szabadtéri megismétlését lehet majd ott megtekinteni. Igen, és esetleg a nyíregyháziak is láthatnak majd titeket hamarosan. Ez így is van. Így van, jövünk májusban a Főhére. Számadatokban te vagy az erős. Május 18-án. Köszönöm szépen. Május 18-án a Főhén játszunk, így van. És az, mennyire lemez bemutató, és mennyire csak egy Kowalski meg a Vega koncert. Ezt tudod, attól függ, hogy mennyi időt tudunk játszani. Kapunk, és ezt viszont tényleg kapjuk, tehát, vagyis hát, hogy kérik tőlünk, hogy ennyit, és tartsuk be ezeket az időhatárokat, mi játszanánk ott is 2,5 órát akár. Így természetesen szűkített program lesz, de lesz az új lemezről is nyilván azért egy-két dal. Na hát, nagyon sok szeretettel várjuk, és várunk vissza titeket is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük mi is. Sziasztok. Egy kis visszatekintéssel folytatjuk műsorunkat. Szombaton rendezték meg a második nyírség engedelmes kupát a Butyka-telepi közösségi ház udvarán. Mi is kint jártunk, a hangulatról pedig készítettünk egy kis összefoglalót. Kedves nézők, a szívemnek csücskében néhányan benne vannak. Egyik őjük itt ül a stúdióban, Lippai Marian. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek itt, ahová hazajöttél, hiszen ugye éveken át gyakorlatilag ez a televízió a te egyik nagy szerelmed volt, ha lehet ezt mondani. Milyen érzés most itt ülni a stúdióban? Hát a tükörnek nagyon megörült, mikor bejöttem, hát nagyon-nagyon jó érzés volt tényleg. Hát ez tényleg a második otthonom volt, tehát szó szerint, ahogy mondod, úgyhogy
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek. Bár ott a baszékbe is szerettem ülni, de most itt is nagyon jó, igen. Úgyhogy köszönöm. Gyakorlatilag egy mozgalmat hoztál létre. Az életkedvelők immáron 300 000-en vannak, ami azt hiszem, hogy egy hihetetlen nagy szám. És amikor te elkezdted gyakorlatilag ezt a kis blogot írni, akkor gondolom, hogy nem számítottál ekkora. Nem is tudom, hogy sikernek nevezzem-e, inkább ilyen nagy támogatóbázisra, akik mögötted vannak. Egyáltalán mikor gondoltad azt, hogy mindez, amit átéltél, azt így blog formájában közé teszed? Hát ugye, amikor én a nézőktől is elköszöntem, az 2011-ben volt, februárban, és én egy ugye fölköltöztem Budapestre, én ott kezdtem kvázi új életet, újjászülettem, így is mondhatnám. Itt teljesen új alapokra helyeztem az életemet, és kezdtem újra felépíteni önmagamat is, meg a lelkemet is. És utána, amikor én Budapestre költöztem, az én 2 évig nem dolgoztam. Pedig persze hittem magamból, hogy azért én egy jó televíziós szakember vagyok, jó rádiós szakember, biztos találok munkát, de aztán a sors úgy hozta, hogy Marianna nem talált munkát, viszont a jó Isten megadta a lehetőséget nekem arra 2 év után, hogy így elkezdtem írni, és megcsináltam ezt a blogot, ami tényleg egy blogggal indult. Én nem úgy indultam neki, mint nagyon sokan, akik valamibe belekezdenek, akár egy üzleti vállalkozás, vagy bármi, hogy fú, na majd most, fú, majd meglátjátok ezzel, mekkorát álltok. Tehát bennem még csak ez fel sem merült, ez a gondolat. És akkor elkezdtem ugye írni 2013-ban, és igazából tényleg ez a kapkodtam a fejemet, hogy úristen. És én csak a Facebookon, tudod, az ismerőseim körébe próbáltam ezt promóciózni, hogy gyerekek, hogyha esetleg rákattintanátok erre, olvassátok, mert ezt most írtam. És annyian kezdték el aztán utána még idegenek is követni, meg olvasni, hogy így kapottam a fejemet, hogy úristen, már 1000-en, már 1500, már 2000-et, ez a vizes ruházni kellett, de hát közben meg szárnyaltam és boldog voltam, és ezt pontosan tudja mindenki, hogy az ilyen az mindig dopingolja az ember. Tehát, hogy akkor tudod, hogy ezt nem hagyhatod abba, mert ez valami jó, és az emberek szeretik. Úgyhogy így indult, kérlek szépen, ez a blog. És mára már ugye kinőtte tulajdonképpen a közösségi oldal kereteit, hiszen te nem csak olvasható vagy, hanem látható, hallható, jössz-mész az országban, és gyakorlatilag ezt a fajta életkedvet, mint egy infúziót így befecskendezed a véráram körökbe, legalábbis azok számára, akik ugye nyitottak. Hát most ezen a héten itt Nyíregyházán is jártál, és nem csak hazalátogattál, hanem ismét találkoztál emberekkel. Kik azok, akik most újabb életkedvel fertőződtek meg, vagy legalábbis gazdagodtak? Igen, egy nagyon lelkes kis csapat, a Lógjunk Anyuval Egyesület hívott meg engem. Ő anyukákból állnak, kisgyerekes anyukák, akik azért felismerik azt nap, mint nap, hogy azért az életük nem csak arról szól, hogy a gyerek és a baba és a tápszer és a pelenka és a nem tudom, hanem azért csináljunk valami aktív dolgot, legyünk együtt, és táncikálnak, összejárnak, és egyébként sok jótékonysági rendezvényük is van, és gondolták, akkor engem meghívnak magukhoz, mert hogy bizony azért az ember, ez egy olyan, az anyai szerep, hogy képes vagy úgy belesülni az anya szerepbe. Nem tudom, most nagyon csúnya szót használtam, de ez a 6 hónapos, 7 hónapos a kicsid, és úgy jó, örülsz a gyereknek, meg jó, hát végül is őt akartam, de a tököm már úgy van. Arra gondolsz, tehát, amikor már ilyen mártírrá válik az anya? Igen, és már azt is, és már úgy el van benne fáradva, meg neki semmi, ő neki semmire nincs ideje, meg csak a gyerek, tehát, és utána ez a magadat elkezded a tükör előtt is sajnálod, de szegény én. Milyen rossz neked. Igen, és ők ezt felismerték, hogy állj, azért ezt mi nem szeretnénk, uh-huh. És akkor meghívott engem az Évi, és mondta, hogy figyelj, gyere el, és rázzál fel minket, légy szíves. Adjál láthatatlanul 2 nagy büdös pofot, mert muszáj megértenünk. És engem most ezért hívtak el az anyukák, és tök jót beszélgettünk, és valóban, hát súlyos problémák vannak, de ez kétségtelen, de én azt gondolom, hogy amikor az ember valami pozitív impulzus ér, amikor tudod ott másik embert kicsit tolni, és még fogékony is arra, hogy engedi, hogy tolják, akkor ez egy nyerő dolog mindenképpen, és itt most sikerült, illetve hát ugye a könyvtárban egy másik előadás is lesz. Hát tulajdonképpen annak a címe Család, Hit, Szeretet. Ott én nagyon szeretnék nagyon sokat beszélni a család jelentőségéről, az édesapák szerepéről, az édesanyák szerepéről, a párkapcsolatról, a házas életről, akár a szexualitásról, mert az is hozzátartozik az életünkhöz, szerves része. És arról, hogy igazából tényleg egy család nagyon jól tudna működni, hogyha sokkal nagyobb szeretet, megértés és összetartás lenne.
a belső otthonunkban. Ugye csupa olyan dolog, amire mindenki vágyik, az egészségre, a boldog párkapcsolatra, a tényleg a szerelemre, illetve hát utazásokra, mert ugye azt gondoljuk, hogy az életünk ettől lesz nagyon-nagyon különleges. Amikor esetleg teljesen hétköznapi dolgokban is tudsz kapaszkodót vagy segítséget nyújtani az embereknek, és tényleg az átlagember azt gondolja, hogy téged nem érhet támadás, én azt gondolom, hogy még akkor is ér, mert hogy sajnos ebben az országban még egy Teréz anyunak is vannak ellenségei. És gondolom, hogy neked is vannak azért negatív pillanataid, vagy nehéz napjaid. Kik okozzák ezt? Az élet úgy amblok, vagy éppen mondjuk ennek a tevékenységnek a során esetleg a támadások, ha vannak, nem tudom, csak feltételezem. Köszönöm a kérdést egyébként, igen, tehát én azt gondolom, valószínűleg nem csak itt Magyarországon van ez, hanem a világ bármely pontján, csak ugyan róluk kevésbé tudjuk ezt, vagyis legalábbis az életükről. Én azt gondolom, ehhez egyébként nem kell közszereplőnek lenni, hogy legyen egy negatív érzés, amit kapsz egy másik irigyembertől, vagy féltékenytől, de igen, én is kapok ilyeneket a munkámból kifolyólag is, vagy azért sok mindennel meggyanúsítanak engem is, hogy, és ezt most kimerem így nyíltan mondani, nincs ebből semmi probléma szerintem, mert én ezt már levetettem magamról, hogy mert hogy a kislányomat hozom én föl ebbe az egész sztoriba. Na most én, nekem erre nagyon egyszerű a válaszom, nekem már most a második kötetem jelenik meg, amiben körülbelül 300 gondolat van mind a kettőben. Egyikben sincs benne a kislányom, hanem a lelkemből íródott gondolatok vannak benne, ami Istenről szól, hitről szól, családról, szeretetről, szerelemről. Vagy minden évben megjelenik a naplóm, a határidő naplóm, motivációs gondolatokkal tele, amit szintén én írtam, abban sincs benne a kislányom. Az előadásaimon éppen, hogy érintem őt, én tényleg tolom az embereket abba az irányba, hogy az élet sokkal értékesebb attól, mint hogy elcsesszük. Tehát, hogy, és hogy jobban értékeljük a szeretteinket, meg a családunkat. Egyébként pedig a negatív kritikákra, vagy a beszólogatásokra, vagy a bántásokra, én megmondom őszintén, már túl vagyok ezen, mindig mérlegelek. Megnézem a 100 emberből, hogy mennyi az a 2, aki most úgy gondolja, és van 98, aki imád, szeret, kedvel. És azt gondolom, hogy ha ezt a mérleget megnézzük, akkor a 98-nak hiszek. Ha fordítva lenne, akkor már elgondolkodnék rajta, hogy ajajajaj, Marianna, valamit tényleg nem jól csinálsz. De így azt gondolom, hogy én jó úton járok, meg hiszek magamban, tudom, hogy jó úton járok. Tudod, azon gondolkodtam, hogy is miért lenne baj, hogyha mondjuk nem 2%-ban, hanem 20%-ban szólna a kislányodról, bármi, akár a naplód, akár a gondolataid. Tehát én azt hiszem, hogy tényleg azt kell nézni, hogy ki az, aki felül a szeretet jön, és oda koncentrálni. Mostanában egy perces kis motivációs videóid is vannak. Ezeket így megkomponálod, vagy előre kitalálod, vagy hogyan készülnek ezek? Nem találom ki. Most is például tegnap előtt jöttem az M3-ason, és tényleg anyukámmal beszéltem telefonon, és már negyedjére hívott a pályán. Tehát ez a körülbelül, és én is úgy voltam, hogy mit felejtett már el, de körülbelül. És akkor jött egy ilyenem, hogy de jó, addig jó, még hív. És ez akkor jött így, hogy akkor Marianna leáll egy pihenőbe, leálltam. Nagyon jó, hogy mondtad, tehát nem autóvezetés közben készült. Ja, nem. Tehát leállok egy pihenőbe, fölteszem a kis telefontartóra, fölmondom egy perc, és már tolom föl. Tehát, hogy, mert akkor az érzés, az ki kell rögtön, hogy jöjjön. Tehát én nem szoktam itt tologatni, hogy jó, akkor még megérkezek, még meg nem. Most azonnal volt, már főzés közben is abba hagytam. Levettem a rántást, elzártam a tűzét, és mentem csinálni, de ez így van jó. Úgyhogy nincs megkomponálva, mindig élethelyzetből adódik például nekem az, hogy miről beszélek. Én nagyon szeretek arról beszélni, bocsáss meg, ami az életünk része, ami mindenkit érint, tudod? Tehát én nem az, hogy meghallgat, és azt mondta, hogy hát jó, de hát ez most engem mit érdekel? Mert mindenkit érdekel, mindenkinek van édesanyja, azt gondolom. Én úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen már a munkáddá vált, és nem hiszem, hogy ebből nyugdíjba lehet menni, de vannak egyébként más irányú terveid, hogy egyszer majd esetleg ebből egy picit visszalépsz, hátrébb lépsz, bár úgy gondolom, hogy motiválandó emberek mindig lesznek. Most mondtad ki a múltka, a férjem is ugyanezt mondta, azt mondta nekem, hogy édesem, mégis amit te csinálsz, ez egy tök jó dolog, és ez 65 évesen is csinálhatod. Szóval én szeretnék innen nyugdíjba menni, az az igazság. De tényleg, tehát sajnos lelki sérült, lelki beteg, mindegy, hogy minek nevezzük, lelki fájdalommal élő emberek mindig lesznek, tehát mindig
szükség lesz arra, hogy valakin segíts. De ha már csak azt a két embert nézzük, például azt a negatívat, akiről most az előbb volt szó, tulajdonképpen soha nem az egészséges embernek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Na most, ha azt nézzük, az irítség meg a féltékenység is sajnos egy népbetegség, de az a jó hírem, hogy gyógyítható. Így van, van egy olyan mondás, hogy annak az embernek van a leginkább szüksége szeretetre, aki a legnehezebben szerethető, van, vagy a legkevésbé van, szerethető. Van, hát köszönjük szépen, mi tényleg nagy szeretettel hívtuk, és mi a 98-as táborba tartozunk. Gondoltam. Várunk téged vissza máskor is. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm. Kedves nézőink, hamarosan folytatjuk a Weekend második részével, beszélgetünk majd az apák szerepéről, amiről Marian is beszél, és a kerékpározásról, valamint ellátogatunk majd a Bencs villába is, érdemes lesz velünk maradni.